Október 2-ától 13-áig vehetik át az újpesti nyugdíjasok azokat az utalványokat, amelyekkel az önkormányzat igyekszik segíteni nekik. Nagyon nagy a drágaság a boltokban, ez hatványozottan igaz az élelmiszerekre. És ez nagyon komoly kiadást és terhet jelent az újpesti nyugdíjasok számára is, ezért az önkormányzat az idén a megbecsülés program keretében indítja a programját október 2 és 13 között, amelynek keretében az újpesti nyugdíjasok, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők, beleértve a szolgálati nyugdíjat, rokkant nyugdíjat és a többi, alanyi jogon 6000 forinti vásárlási utalványt kérhetnek és kaphatnak az újpesti önkormányzattól. Az újpesti piacon élelmiszerre váltható utalványokat a kerület több pontján is átvehetik az arra jogosultak. 7 újpesti helyszínen, beleértve a piacot, a vagyonkezelő ZRT-nket, a szociális osztályt a Király utcában, a Megyeri klubot, tehát számos helyszínen, 7 helyszínen tudják igényelni az arra jogosultak. Nagyon egyszerű lesz az igénylés, mert azt kérjük mindenkitől, hogy hozzon magával egy személyigazolványt, hozzon magával egy lakcímkártyát, illetve hogyha nyugdíjra, nyugdíjszerű ellátásra jogosult, akkor valamilyen okiratot erről, és amennyiben ő be tudja mutatni, akkor azonnal megkapja a 6000 forintos utalványt, amit viszont december 31-ig rájárnak levásárolni. Ez a megoldás pedig a piackereskedőit is segíti. Ez egy lokálpatrióta gazdaságpolitikai intézkedésnek is tekinthető. A önkormányzatunk ugye nyilvánvalóan közpénzből biztosítja ennek a lehetőségét, közpénzből pedig nem jól menő multinacionális gazdasági társaságoknak kívánunk kedvezni, hanem adott esetben egy olyan újpesti kereskedőnek, aki lehet, hogy már több évtizede itt tárul az újpesti piacon. Az utalványokat tehát egészen október 13-áig át lehet venni a 7 kijelölt helyszínen, és hogy kisebb legyen a tömeg, nem feltétlenül kell azokért az első napokban elmenni.